Jó reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a Zsoltár Zsolt Spirit péntek reggeli magvas gondolatok sorozata. Csoda szép, kicsit még sötét péntek reggelre virrattó ma is. Bízom benne, hogy egy klassz hét van mögöttetek, és egy nagyon jó kis hétvége van előttetek. Iszok egy korty kávét, bele is kezdünk. Itt van velem Raven kollega is, igen. Együtt tartjuk a spiritet. Már megugattuk a kukás autót, már az jön és zörög ilyenkor, természetesen. Úgyhogy együtt kezdtük a reggelt. Na, csapjunk vele! Új sorozat indul, hogy indul, ígértem nektek a múlt héten. Ez az új sorozat pedig nem más, mint a Nonoeri, azaz az előre tervezés titkai. Egyes nyom nekem egy egyest, hogyha jártál már úgy életedbe, hogy elterveztél valamit, és kezdtél dolgozni érte, és valahogy útközben elkanyarodott az egész, és nem oda jutottál, ahol szerettél volna. Nyom nekem egy egyest, ha jártál már így, nyom az egyest. Úgy érzed, hogy sokkal többre vagy képes? Nyom egy kettest. Nyom kettest. Miért fontos az előretervezés? Nagyon egyszerű oka van. Ha előre tervezel, akkor proaktív vagy, tehát előre mész a dolgoknak. Ha utólag próbálsz megoldani valamit, akkor tudják, hogy reaktív. Jó? Most a proaktivitás, az előre tervezés, előre gondolkozás, előre cselekvés rengeteg előnyt rejt magába. Ezeken fogunk végigmenni a következő péntekeken. De beszéljünk kicsit a Nonoeriről. Honnan jött a szó? Hát saját találmány, képzeljetek el. Annó hallottam egy nagyon jó előadást, jó sok évvel ezelőtt, ami pont az előretervezésről szólt, és nagyon megragadott. És elkezdtem azon gondolkozni, hogy hogy lehetne ezt a saját életembe használni, és így jött a Nonoeri, és novemberben úgy döntöttem, hogy elkezdek januári üzemmódba dolgozni. És összevontam a két szót, és lett a Nonoeri. Gondolkoztam még, hogy januember, de az olyan hülye hangzott, ugye? Tehát, hogy jobb volt a Nonoeri összevonás. Úgyhogy észrevett egy érdekes tapasztalatot. Az pedig az volt, hogy habár még ugyanaz az év volt, amikor ezt elkezdtem csinálni, már jöttek úgy az eredmények, amik régebben pár hónappal később évelején szoktak. Mi szokott történni évelején? Az évelején hoz az ember egy csomó nagy elhatározást, elképzelést, ennek jelentős része a sútba kerül, a fiókba, vagy egyszerűen csak elfelejtjük, egyszerűen nem valósítjuk meg, és úgy ellaposodik a dolog. Van, aki igen, van, aki megvalósítja különben, és akár már tavaszra érezhet eredmény van. De mi lenne akkor, hogyha egy ilyen tavaszra érezhető eredményt már éreznél évelején? Nyom nekem egy hármast, ha szeretnél plusz időt nyerni az életedbe. Nyom egy hármast nyugodtan. Nyom a hármast. Amikor az állított dolog, amit kitűzöl célnak, hamarabb valósul meg, és megvalósul egyáltalán. Nagyon nem mindegy, hogy mikor valósul meg. Mennyi időt tudunk nyerni? Nemrég hallott egy nagyon jó gondolatot egy tréner kollégámtól, kolléganőmtől, a 900 hónap, hogy számolt ki, hogy hány hónap van eddig mögötted, ugye könnyű kiszámolni az évek alapján, és hány hónap van még előtted. Igaz, hogy ez egy jó tipp volt. Köszönöm. Ugye 900 hónap durván az, ami egy átlag életkor hónapokba számolva. Érdekes dolog. Úgyhogy milyen jól tudjuk használni az időt esetleg fontos dolgokra is, ha úgy döntünk. Jó, nekem egy négyest, hogyha fontos számodra, hogy a következő hónapok, és bízom benne, hogy jó sok hónap van még mindannyiunk előtt, fontos, hogy értékkel, tartalommal teljenek meg, olyan dolgok jöjjenek ki bele, mindig is szerettél volna. Nyom egy négyest, nyomkod a négyes közben. Nagyon nem mindegy, hogy mivel telik el az idő.
Az előretervezés, a proaktivitás abban fog neked segíteni, hogy hamarabb megtervezel valamit. És gondolj bele, nem sokára január van. Jó, hogy tudom, még van közben a karácsony, természetesen, nem sokára adventelünk, tehát jön a Mikulás, tehát hozzók vannak még itt decemberben mindenképpen, de nem sokára január van. 5 hét. Picivel több. Tényleg nem sokára január van. Miért kell megvárni a januárt arra, hogy az ember tervezni kezdjen? Micsoda ötlet? Miért kell megvárni? Azért, mert a naptár, az éles naptár január 1-jel kezdődik. És muszáj az életednek január 1-jel kezdődnie? Az új életednek? Miért lehetne ma? Ma ugye november, pontosan nézem, 24-e van. November 24, miért lehetne ez január 1? Miért ne nyomnál meg most egy entert? Miért te döntenél úgy, hogy most indul a 2024-es év? Miért ne? Jelentene különbséget 5 hét az életedbe. Nyom nekem egy 5-öst. Plusz 5 hét. Most az érdekes az benne, nyomd az 5-öst, az érdekes az benne, hogy ez nem 5 hét lesz eredményben, hanem sokkal több. Gondolj bele, elkezdesz előre mozogni, előre gondolkozni, új célokat írni, átnézel régi célokat, új terveket kialakítani, csatatervet, stratégiát kialakítani, mert beszélünk ezekről a következő hetekben. És persze, lesz közben az ünnep, együtt leszünk a családdal, persze, ez mind oké, ez teljesen rendben van. De közben a háttérben a teremtő részünk teremti, kreálja a jövőt. Kell érte tenni, de nem kell ilyen szempontból leállni, majd újraindulni. Tudom, amikor ilyen december 20-án gyerek a környékén mindenki eldob mindent, tisztelt a kivételnek, és ennyi volt. Majd januárból hozzuk a nagy dolgokat. Miért ne lehetne most lenyomni egy entert? Miért ne lehetne olyan eredmény, olyan tevékenység, ami meggyorsítja a jövőbeli célok megvalósulását? Egy nagyon egyszerű trükkről van szó. Ezt évek óta csinálom, és hihetetlen, amiket hoz ki. Hihetetlen. Tavaly csináltunk egy célírási mini kihívást. Biztos emlékeztek rá. Az volt a célja a célírási kihívásnak, hogy 15 napon keresztül napi 20 célnak a leírása. Nyomj nekem egy 6-ost, aki részlette be bármilyen módon, legalább elkezdte, jó? Tehát nyomj egy 5-ös meg egy 6-os, mert a másik kezemmel révön tartom. Szóval, sokan nekiálltunk, a Spiriten keresztül is kihívtam a csapatot, és elkezdtünk célokat gyártani. És évelején, mikor beszéltünk arról, hogy célírás, célok összeállítása, és akkor már régen kész voltak vele. 300 céllal. Van, aki 120-ig jutott, van, aki 60-ig, van, aki 80-ig, van, aki túlment a 300-on. Kérdeztem tőlük, hogy mi változott. És mondták, hogy hihetetlen érzet volt, annak a, ennyire részletek, jó van, hihetetlen érzet volt azt megélni, hogy van új 20, 30, 40, 50, 60, 200, 300 célod. Hogy úgy mész neki a jövődnek, hogy céllal és tudatosan. Utána aztán nekinek jött a berendezése, fontossági sorrend, prioritások, megtervezés, utána jött az összes többi hozzá természetesen, ez egy mekkora előnyt tudott jelenteni. Miért ne csinálnál meg idén? Az is az előre tervezés része, hogy jó célokat állítasz ki, fogunk erről beszélni. De miért ne kezdenéd el? Miért ne írnál össze néhány tucat, 50-100-150 célt? Nemrég beszéltem egy úgynevezett ismerősömmel a tenger, óceán túloldaláról, és megkérdeztem, hogy az ő körébe divata a célírás. És mondjuk, hogy szó. De mi lenne, ha? Úgyhogy kapott egy mini kihívást, a 300-ből nem öntöttem rá, és az volt a feladat, hogy 5 napon keresztül napi 10 cél. Mondta, hogy hát ez kevés. Legyen napi 20, 5 nap. Jó. Nem 5 nap alatt írt alá 100 célt,
7 nap alatt, volt közben olyan dolog, amiért nem tudott ezzel foglalkozni, és megkezdtem tőle, milyen érzet, így csetelve. És mondta, hogy valami hihetetlenül inspiráló, hogy van 100 cél, és hogy ezt nem is gondolta volna. De próbáld ki magaddal, jön a hétvége, rád bízom, írd le 20 célt, 30 célt. Jó, kezdek írni magadba, írj le többet akár. Aki tavaly, vagy idén évelején megcsinálta velünk ezt a célírási kihívást, biztos lettek közben új célok. Évközben lett egy jó pár tucat új célom. Egyrészt meg is valósultak a leírt célok, jelentős része. Lettek új célok, hogy ott üresbe járjunk. És nagyon érdekes a hatás, amit belül kifejt. Jön nekem egy hetest, hogyha benne vagy abban, hogy hétvégén pár tucat célt leírsz magadnak. Nyomj egy hetest nyugodtan, jó? Nyomok egy ötöst, meg egy kettest, meg van a hét nekem is. És a nonueri, az előretervezés titkai, így született meg. Így született meg az egész, mert ha proaktívabb vagyunk, előre gondolunk, akkor lesz egy csomó olyan váratlan dolog, ami ezt nem is gondoltam volna, és gyorsan meg kell oldani. De belül kész vagy arra, hogy jól kezeld a változásokat. Belül kész vagy arra, hogy menj a céljaid irányába. És belül kész vagy arra, hogyha történik valami hirtelen változás, amire gyorsan reagálni kell, meg kell oldani, jön valami olyan akadály, amit le kell győzni, akkor tudod, hogy a céljaidat valósítod meg, és arrafele mész. És teljesen másképp érzed magad közben. Úgyhogy ez volt így a ma péntek reggeli gondolat, úgyhogy gondolkozunk, cselekedjünk, tervezzünk előre, jövő pénteken pedig belemegyünk a mélyébe, és elkezdjük megfejteni. Jó? Úgyhogy örök, hogy velem voltatok. Éven is azt mondja, hogy tök jó, hogy itt voltatok. Sziasztok, szép napot mindenkinek, jó hétvégét, és jó célérást a hétvégére. Sziasztok!